11 órakor érkezett meg a mentőhelikopter a Sár melléki bázisról a Helikon Kastély Múzeum parkjába. A landolásra sokan voltak kíváncsiak, a környékbeli óvodákból és iskolákból is ellátogattak a helyszínre. A légimentők szívesen mutatták meg nekik a nem mindennapi járművet, a gyermekek be is ülhettek. Távolabbról is utaztak ide az eseményre, ez a család Sümegről érkezett. Azért jöttünk, hogy támogassuk a légimentők munkáját azzal, hogy adunk vért. Mindig el szoktam menni vért adni, és amikor van lehetőség, akkor segítünk. Így, hogy most az ő munkájukat tudjuk preferálni, vagy segíteni, ezáltal ez egy plusz apróság így az élethez, úgyhogy hát reméljük, hogy hasznát veszik majd. A légimentők rendhagyó egészségtanórát tartottak a premontre is diákoknak. Az iskolából az első segélynyújtó eszközöket is elhozták. Hoztunk újraélesztő babát, amit ki lehet ugyanúgy próbálni, illetve elmutogatjuk nekik. Itt van ez a mentőhelikopter is, ami ugyanúgy nagyon érdekes lehet a kisgyerekek számára, úgyhogy szerintem nagyon hasznos. 2 és 6 fok közé lőjük be a hőmérsékletét ennek a hűtőpanelnek, és a vérnek is ugye ez a hőmérséklet, amin tartani kell. És hogyha ez 72 órára zárva kirakom a sivatagba ezt a hűtőtesket, akkor ez garantálja, hogy megtartja ezt a hőmérsékletet. A légimentőkkel is lehetett beszélgetni, akik a felszerelésről is meséltek az érdeklődőknek. 2021 óta minden mentőhelikopter tud szállítani 2 egység 0 negatív vért, amivel a súlyosan sérültek túlélési esélyeit tudják növelni. Az elmúlt 2 évben, most már több mint 160 esetben használtunk vérkészítményt, úgyhogy, hogy úgy mondjam, az még a várakozásainkon is felüli szám lett a végére. Amikor először megbecsültük, hogy mennyit fogjuk használni a vérkészítményeket, akkor ennek még egy picit alálőttünk, de így igazából még nagyobb öröm, hogy rendelkezésre áll, és rengeteg emberen tudtunk vele segíteni. A Helikon Kastély Múzeum márványtermében zajlott a véradás. Ennek fontosságára hívta fel a figyelmet ez az országos akció. Sokan rendszeres véradók. Sokadik, tizenvalahányadik, nem tudom. Azért jöttem el, mert eddig is jártam vért adni. 3 éve költöztünk ide, és most szeretem volna újból fölvenni a fonalat. A közösségi véradást második alkalommal szervezték meg. Tavaly a 7 helyszínen 962-en mentek el vért adni, ebből 67-en kezdt helyen. Az esemény idén is 18 óráig tartott.